Békesség néktek. Isten igéjét Mózes harmadik könyvéből fogom a 26. rész 45. verséből olvasni. Tehát Mózes harmadik könyve 26. fejezet 45. verséből olvasom Isten igéjét, amit felállva hallgassunk meg Isten igéjére nyitott szívvel. Mózes harmadik könyve 26. fejezet 45. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Sőt, visszaemlékezem az elődökkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, a pogány népek szeme láttára, hogy Istenük legyen, hogy Istenük legyek, én vagyok az Úr. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy légy a mi Istenünk is. Tudjuk, hogy az vagy, de szeretnénk ezt most átélni, megtapasztalni. Ennek az élményében, újságában, megújításában részesedni ebben az órában. Mindent félretettünk, Uram, Bibliával, énekeskönyvvel a kézben, vágyakozással a szívben megjelentünk, Uram, ebben a hajlékban azért, hogy most csak a Te szavadat hallhassuk, és az életünket úgy tegyük Te eléd, Uram, ahogyan az agyag van a fazekas előtt. Kérünk téged, hogy formálj bennünket olyanokká, mint a te fiad. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Azt a furcsa címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy áldott átok. Áldott átok. És ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is ez a cím, és hogy ezt a témát, amit ma szeretnék elétek hozni, és remélem, hogy Isten tud mindannyiunk szívéhez szólni és formálni rajtunk, ahhoz egy picit vissza kell tekintsünk a korábban írtakra, amit itt Mózes megfogalmaz a harmadik könyve 26. fejezetében. Az, amit felolvastam, az igevers tulajdonképpen már egy végkifejlete egy olyan folyamatnak, amit nem lehet szó nélkül hagyni, ha erről az igéről akarunk beszélni. A végkifejletről hogyan beszélhetnénk akkor, hogyha nem indulunk el az alapoktól? Hát persze jó lenne az egész Bibliát elolvasni minden Isten tiszteleten, most erre nem lesz lehetőség, sőt, ezt a 26. fejezetet sem fogom én most felolvasni, de el fogom mondani, hogy mi a tartalma, hogy hogyan halad előre, lépésről lépésre Isten kijelentése, Istennek a közlése ebben az ige részben, mert nagyon fontos. A Mózes harmadik könyve az áldozatokkal foglalkozik. Tulajdonképpen elég unalmas olvasmány egy újszövetségi hívőnek, talán még egy ószövetségi hívőnek is. A papoknak is biztos ez tananyag volt, amit meg kellett tanulni, és úgy bele van helyezve ebbe a sorba, itt az Isten tiszteleti liturgia, az áldozatoknak a bemutatásának a sorába bele van helyezve egy áldás, meg egy áldott átok. Ez a 26. fejezet ezt tartalmazza. És most erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Azzal kezdődik ez az áldás, ez az első lépés, az Isten tiszteleti leírásoknak, áldozati leírásoknak a sora után, hogy mi van akkor, ha te betartod azt, amit én mondtam neked. És akkor elmond egy áldást. A 26. fejezet 3. versétől a 13. verséig ezt az áldást olvassuk. Milyen áldás száll rád tőlem, hogyha te betartod az én rendelkezéseimet? Úgy kezdődik, ha a rendelkezéseim szerint jártok, és parancsolataimat megtartjátok, és megcselekszitek. Akkor az fog következni, hogy? És jön egy egész részletes, egész hosszú felsorolás, hogy életeteknek mely területén fog megnyilvánulni Istennek különféle áldása. Hát ezt én most 5 pontba csoportosítottam, hogy melyek ezek a területei a zsidók életének. Először is a mezőgazdaság. Megáldom a földeteket. Lesz bőséggel termés. Lesz majd mit ennetek.
aztán a hadakozás, a háborúkban megsegítelek benneteket, és egy elűz közületek ezret az ellenség közül, hogyha rám hallgattok. Aztán azt mondja, megsokasítalak benneteket, megáldom ezt az országot, megáldom ezt a népet, nem fogyatkozni fogtok, hanem szaporodni fogtok, növekedni fogtok. Ez mindig a szaporaság, a nagy család, a sok gyermek, a Bibliában mindig áldás. Mindig áldás a Bibliában. Hát a világban, meg ma a hívők között már nem így fest, de a Bibliában a kivétel nélkül Ó és Új Szövetségben mindig áldás a sok gyermek, a szaporaság. Azt mondja Isten, meg foglak áldali benneteket gyermek áldással. Aztán az élelemmel, hát ez összefüggésben van a mezőgazdasággal, állandóan tele lesznek az élés raktáraitok, tele lesznek élelemmel. És végül azt is oda teszi az áldások sorába, hogy én pedig ott leszek veletek. A vallási életben, a hitben is, a vallás gyakorlásban, az Isten tiszteleteiteken, az ünnepeiteken, a sátornál, a templomban, ha betartjátok az én szavamat, az én rendelkezéseimet, akkor én is ott leszek veletek. Nem csak az lesz, hogy ti végzitek az Isten tiszteletet, Isten meg bánkódik miattatok, hanem az lesz, hogy megjelenek, és szívesen részt veszek én is az Isten tiszteleten. Milyen jó, testvérek, amikor nem csak az imaház padjai vannak tele, meghívottakkal, meg tagokkal, hanem még az Úristen is ott van egy Isten tiszteleten. Ugye milyen nagyszerű az? Hát azt hiszem, hogy valahogy így kéne kezdődjön az Isten tisztelet, hogy az Úr már várja az érkezőket. És azt mondja Isten, hogyha hallgatok az én parancsaimra, akkor így lesz. Én is ott leszek veletek. Aztán fordul a beszédnek a fonala, és jön egy részletesebb, hosszabb, több lépcsőben, több fokozatban leírt átok, hogyha nem hallgattok rám, akkor mi lesz? Nagyon érdekes, hogy nem az áldásokat beszéli el hosszabban az Úr Mózesen keresztül, nem az áldásokról beszél többet, hanem arról, hogy mi lesz a következménye annak, ha elhagytok engem. Nagyon érdekes. Isten tudta, hogy megvalósulni az utóbbi fog. És hogy tudjatok, mire számítani. Ezért egy sokkal hosszabb, egy sokkal részletesebb leírásod arról, hogy mi lesz akkor, hogyha Istentől elfordultok. És ez a mi szempontunkból sem lényegtelen, de ne vágjunk a dolgoknak elébe. Nézzük ezt a leírást, testvérek. 5 jól elkülöníthető átok sorozat az, amit megfogalmaz itt Isten az ő népének. 5. Mintha 5 lépcsőt tennénk meg egy létra fokán, vagy egy lépcsőházban felfelé, hogy eljussunk a következő szintig. Menjünk ezeken a lépcsőfokokon végig. Az első ilyen átok mondás a 14. verstől kezdődik, a 17. versig tart. Ha pedig nem hallgatok reám, és nem cselekszitek meg mindezeket a parancsolatokat, ha megvetitek rendeléseimet, és ha megutáljátok végzéseimet, ha nem cselekszitek meg minden parancsomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor. Szóval ezt is az Úr úgy részletezi. Annyira kifejti, hogy elég lenne egy fél mondat is, igaz? Ha nem engedelmeskedtek nekem akkor, de ő sorolja ezeket szinte fájdalmában Isten. Már előre benne van ebben a fájdalom. És tulajdonképpen az első lépésben nem olvasunk mást, mint majdnem teljesen megegyezően az áldások sorában említett élet területeknek a viszáját. Nem egészségesek lesztek, hanem betegek. Nem megáldom a ti vetéseteket és szántóföldjeiteket, hanem kicsi lesz a termés.
Nem győzni fogtok az ellenségeitekkel szemben, amikor hadakozásra kerül a sor, hanem ki fogtok kapni. Tehát éppen ellenkezőleg, mint a sorolta az előbb, szinte majdnem minden életterületre kitér, nem egészen pontosan, de a lényeg úgy is az, amiben megáldalak, hogyha rám hallgatsz, abban nem segítelek meg, nem áldalak meg, hogyha nem rám hallgatsz. Ez lesz a következmény. Első lépcsőben. Első lépcsőben. Aztán jön a következő lépcső foka ennek az átoknak, most én így fogalmazom, hogy átok, nincs ez úgy leírva, de amikor Isten fordul az ő népe ellen, testvére. Amikor Isten fordul az ő népe ellen, akkor azon nem lehet segíteni. Tehát, ha az Úr okozza a veszteséget, akkor nincs hadsereg, amely győzelemre vezesse azt a népet. Ha az Úr ad betegséget, akkor nincs orvos, aki meggyógyítsa azt a népet, mert akkor Isten maga rontja meg az ő népét. És van ilyen a Szentírásban, nem is egy helyen, nem is 10 helyen, hanem 100 helyen van ilyen a Szentírásban, itt is. A második lépcsőfoka ezeknek az átkoknak a 18. verstől a 22. versig terjed. Azt mondja Isten, hogy amiket elmondtam, mi lesz akkor, hogyha nem hallgatok rám, és ott felsoroltam, hogy kikaptok az ellenféltől, hogy nem lesz elég élelem, hogy nem lesz jó az aratás, azokat a csapásokat hétszeresen bocsátom rátok. Hétszeresen. Ez a második lépés, hogy nincs áldás az életeden, baj jön rád, és ezek meg hétszereződnek. Nem dupla annyi lesz, hanem hétszer annyi lesz a nyomorúság, a baj, Istennek a fenyítéke, verése rajtad. Aztán jön a harmadik lépcsőfok, 23-as verstől 26. versig. Azt mondja, ha ezek után sem hallgatsz rám, hogy én hétszeres csapást bocsátottam te reád, akkor hétszeres csapást bocsátok rád. Ki lehet számolni 49-szeres. 7x7, 49. Éppen Mózes harmadik könyvében van megírva, éppen egy résszel ezelőtt, hogy mikor kell bemutatni a nagy engesztelő áldozatot, mikor kell visszaadni az eladott birtokot, az eladott földet, mert a zsidóknál nem lehetett örökbe eladni valamit. Eladtad a te földedet, ami neked jutott Istentől, a te törzsednek, a te családodnak, te neked, mint családfőnek eladtad, akár mennyire adtad el, 50 év múlva visszaszállt reád a tulajdonjog. Szóval ezt Isten úgy adta, hogy ez a tied, ettől nem tudsz megszabadulni. Hétszer, minden hetedik esztendőben volt egy nyugalom év, akkor nem volt szabad vetni, nem volt szabad aratni, hagyni kellett a földet nyugodni. Azt mondja Isten majd, ha hallgatsz rám, akkor 6 év alatt adok neked annyi termést, hogy bőven elég lesz neked a 7. évre is. Egyetlen egyszer sem tartották be ezt a zsidók. Nem volt olyan 7 év, hogy ne vessék be a földet. Mindig attól féltek, jaj, mit eszünk, jaj, mit iszunk. Soha nem tudták Istenre bízni magukat. Egyszer sem. Ezt tudjuk Jeremiás könyvéből. És azt mondja, hogy az engesztelés napja, amikor visszaszáll a tulajdonjog a tulajdonosra, amikor a nagy engesztelési áldozatot kell bemutatni, az a 7. hét évkor legyen. Tehát a 49. vagy 50. évben. Volt egy ilyen törvény, volt egy ilyen szokás. Azt mondja a harmadik lépcsőben, az átkok sorában Isten, hogy a hétszeres csapást meghétszerezem rajtatok. Tehát ez valahol egy igazán komoly, egy igazán mély csapás sorozatot jelent. És nincs vége, hanem azt mondja, hogy a 27. verstől a 39. versig
jön a negyedik lépése ennek az átok sorozatnak. És azt mondja, ha emellett sem hallgattok reám, hanem ellenem fordultok. Szóval nem tudom, meddig lehet még feszíteni a húrt, hogy engedetlen vagy, és én megintelek. És ha még tovább is esetleg engedetlen lennél, akkor megverlek, hétszeresen, és ha még engedetlen lennél, akkor 49-szeresen vernélek meg, és ha még akkor is engedetlen lennél. Testvérek, ugye mennyire jól ismer minket Isten? Ugye mennyire jól ismer minket Isten? Tudta, hogy annyira csökönyös már az te sem lehetsz. Nem mond ilyet Isten. Te annyira csökönyös leszel, és tehát ezek lettek a tények, az áldáson átsiklunk, testvérek, mit nem adott nekünk Isten? Amit olvasunk a 3. verstől a 13. versig, azt nem kaptuk meg, mert nem engedelmeskedtünk az igének. És részletezi a többit. Ha akkor is nyakas maradsz, és ha ennek ellenére is, és ha ennek ellenére is, és akkor jön ez a negyedik lépcső, akkor még ezt a 49-et is, már a 49-szeres csapást is, még 7-szeresére emelem. Hát, már szorozzátok be, testvérek. És azt mondja, hogy akkor már meg foglak ölni benneteket, meghaltok, és akik maradtok, azok fogságba fogtok menni. Idegen földre fogtok menni fogságba. És amikor idegen földbe mész fogságba, te ott sem fogod magadat megalázni, hanem én azt fogom művelni veled, hogy te rettegjél, féljél. Ha a szél megfújja a száraz avart, akkor te fogsz menekülni, akkor a szívedben félelem lesz, és én még a fogság földjére is pusztulást bocsátok utánad. Ez egy végtelen kemény ítélet. Azt mondja Jeremiás, 70 évre vetlek benneteket fogságra. Előre megmondta Jeremiás, mielőtt még megtörtént volna. Senki nem hitte el, de pontosan úgy lett. Nem volt Jeremiásnak gyülekezete, nem volt kis csapata. Illés azt mondja, csak egyedül maradtam. Azután ott látjuk proféták seregét körülötte. És az utódja Elizeus körül meg proféták nagy seregét, egy egész tanítványi sereget, egy jókora gyülekezetet profétákból. Jeremiás körül 1-2 testvér volt, de nem volt gyülekezete, nem volt tanítványi serege. Mégis minden pontosan úgy történt, hogy Jeremiás megmondta. Azt mondja, 70 évig lesztek fogságban. Azért 70 évig, mert mióta megszületett Istentől a parancsolat, hogy 7 évente a földedet hagyd parlagon, és pihenjél, és legyen egy szombat év, ez a szombat év. Minden 7. év, egy nyugalom év, egy szombat év, akkor nevesd be a földedet, ne gazdálkodj, ne végezd a mezőgazdaságot, hagyd Istenre ezeket a dolgokat. Mivel ezt egyetlen egyszer sem tettétek meg, és 490 év telt el azóta, hogy hallottad ezt a parancsolatot, és füled botját sem mozgattad, és egyszer sem tartottad meg, ezért most bepótoljuk azt, ami elmaradt. Az 500 év, közel 500 év alatt 70 évig kellett volna pihenjen a föld, 7 évente egy-egy évet, de te mindent kihagytad. Azt mondja Isten, én számoltam, és most elszámolunk. Én azt akarom, hogy pihenjen a föld, ne legyen bevetve. És Isten fogságra vetette a népet, elvitte először az északi országrészt Asszíriába, aztán a déli országrészt Babilóniába, és nem volt, aki földet műveljen. Ott volt parlagon a föld, felvert a gaz, a gyom. Úgy, ahogy Istennek lett igaza. Úgy, ahogy jobb lett volna,
7 évente megpihenni, mint 490 év után meghalni. És aztán az 5. lépcső az a rész, az a kijelentése Istennek, amikor áldás kerül az átokba. Ezért adtam a címet, hogy áldott átok. Az 5. lépcső a 40. verstől kezdődik, és a 45. versig tart, ami a mai alapigénk, a 45. vers. És azt mondja, ezután az átok sorozat után az Úr, hogy akkor, nem az első lépcsőnél, nem a második lépcsőnél, nem a harmadik lépcsőnél, hanem a 4. A 7x7x7-nél, akkor megvallják hamisságukat, és atyáik hamisságát hűtlenségükkel együtt, amelyet elkövettek ellenem, és azt, hogy ellenem szegültek. Akkor. Isten annyira ismeri az ő makacs, az ő kemény nyakú, az ő istentelen népét, hogy akkor, amikor már az átkokat, a fenyítékeket, a vereségeket egyre másra adom nekik, és hétszerezem ezeknek a súlyát a vállaikon, 3-szor meghétszerezem, na akkor fogják bevallani az ő bűneiket és az ő hamisságaikat. És aztán folytatja, és akkor fogok nekik megbocsátani. Akkor fogok nekik megbocsátani. Csodálatos ez az áldott átok, testvére. Így folytatódik a leírás a 41. verstől. Bizony én is ellenük szegülök, és beviszem őket ellenségei földjére. Akkor talán megalázódik körülmetéletlen szívük, és békével hordozzák bűnük büntetését. Milyen nagy dolog ez, amikor valaki bűnei büntetését békével hordozza, testvérek. Mikor két gyerek nálunk összeverekszik, mind a kettőt beállítjuk a sarokba. Az egyik csikorgatja fogát, szipog, könnyeivel küszködik, motyog az óra alatt. Ő kezdte, nem igazság. Nem adja fel, nem hagyja abba. Az ember makacs lény. Nem törik el, nem hajlik meg. A másik bent áll, lesüti a fejét, lehet ő volt a hibás, lehet ő miatt a robbant köverekedés. Lesüti a fejét, áll némán. Mit gondoltok, melyiket engedem el a sarokból? Amelyik megadta magát, azt elengedem. Másiknak még puhulni kell. Lehet 7-szer annyit. És akkor visszaemlékezem Jákobbal kötött szövetségemre, Izsákkal kötött szövetségemre is, Ábrahámmal kötött szövetségemre is, és gondom lesz az országra. A föld ugyan pusztán hagyatik tőlük, és örül a nyugalmának, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk bűnük büntetését azért, mert megvetették parancsolataimat, és megutálta a lelkük rendeléseimet. De mind a mellett, ha ellenségeik földjén lesznek is, akkor sem vetem meg őket, és nem utálom meg őket annyira, hogy felbontsam velük szövetségemet, és mindenestül elveszítsem őket, mert én az Úr, az ő Istenük maradok. És most jön az alapigénk ezek után. Sőt, visszaemlékezem az elődökkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a pogány népek szeme láttára, hogy Istenük legyek. Én vagyok az Úr. Testvérek, úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos mindaz, amit elmondtam eddig ebből az ószövetségi igéből a mi számunkra is. Nagyon-nagyon fontos
különösen három olyan igazságot szeretnék most megfogalmazni, amit jó, hogyha megjegyzünk. Tudjátok miért, testvérek? Mert ebben az ószövetségi igében benne van Istennek a tulajdonsága. Hogy viselkedik Isten egy bizonyos helyzetben? Mennyire fontos, igaz? Ha valaki megházasodik, megismeri a feleségét, a férjét, mit szeret, mit nem szeret. Tegnap a családbarát napon hallhattunk három házas párral interjút. Matusz József testvér feltett nekik nagyon értelmes kérdéseket, amikre jó volt hallani a nagyon értelmes válaszokat. Mi az, ami először megragadott téged a te kedvesedben, a te házas párodban, amikor először megláttad őt? És hasonló, megismerni, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret. És akkor úgy fogok viselkedni, igaz? Ha fel akarom bosszantani, tudom, mit kell csinálni. Ha meg akarom örvendeztetni, akkor is tudom, hogy mit kell csinálni. Testvérek, még az állattartók is így vannak, igaz? András a csirkéit ismeri, Eszter a lovait ismeri, a lányaim a kutyáikat ismerik. Tudják, mi szerez nekik örömöt, és mivel lehet őket fenyíteni? Mi fog nekik fájni, és minek fognak örülni? Én nem értek se a csirkékhez, se a kutyákhoz. Mindent össze-vissza kacsmatyolnék, biztos, ha rám bíznák őket, talán vagy éhen döglédnék, vagy a betegség vinné el őket egy hét alatt, mert nem ismerem őket. Testvérek, mennyire fontos, hogy a hívők ismerjék Istent. Ismerjék Istent. Rettenetesen fontos, nagyon fontos. És azért tapadunk rá az Ószövetségre, mert sokkal több oldal, könyv foglalkozik azzal, hogy milyen Isten, mint az Új Szövetségben. Isten tulajdonságait megismerhetjük, és tudhatjuk, hogy mire számíthatunk, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Mire számíthatunk, ha nem tartjuk meg az ő parancsolatait. Itt van benne, testvérek. Isten nem változik meg. Tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Isten pontosan így fog cselekedni az újszövetségi hívőivel is, mint az ószövetségi hívőivel cselekedett. Pontosan így fog cselekedni. És nagy dolgok vannak elrejtve ebben az ószövetségi kijelentésben. Rettenetesen fontos dolgok. Jelenünkre és jövőnkre nézve nélkülözhetetlenül fontos igazságok. Az egyik az, hogy mi fordította meg ezt az átok sorozatot, mi fordította úgy, hogy Isten az ő kegyelmét közölte az ő népével. Mi volt az, ami Istenből azt váltotta ki, hogy ő tovább ne hétszerezze meg a csapásokat, hanem könyörüljön az ő népén. Ez az volt, hogy visszaemlékezek az én szövetségemre. Ezt mondja Isten. Visszaemlékezek az én szövetségemre. Miért emlékezik Isten vissza az ő szövetségére? Mert a bűnbánók emlékeztetik. A bűnbánók emlékeztetik. Amíg Isten elé van tárva, testvérek, az a szövetség, amelyet Isten kötött Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, a zsidókkal, az ő ószövetségi népével, addig Isten megemlékezik az ő szövetségéről. Amikor Isten előtt a mi bűneink vannak, akkor pedig Isten bosszúra indul el. Ha emlékeztetik Istent, emlékezik. És ha nem emlékeztetik Istent, nem emlékezik, testvérek. Nem emlékezik. Akkor emlékezik, ha van, aki emlékeztesse. Ézsaiás 62.6 így fogalmaz. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, se nappal, se éjjel, soha ne hallgassanak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Ne nyugodjatok. Elmondom, testvérek, mert nem restellek az Úrban dicsekedni. A héten összeszámoltam, 141 emberért imádkozom minden nap. Elmondtam már sokszor. 140, most számoltam össze, hogy az egész körzetért név szerint imádkozok gyerekszinten, barátkozó szinten. Ezt már elmondtam, de hogy mennyiért, nem tudtam pontosan. 141.
Ma azt mondta Frank Robi testvér erre feleségemnek, hát Mónika, azért ez már teljesítmény, mi? Hát elmondom, hogy nem azért mondtam el nektek se, meg Frank Robinak se, hogy a Gál Lajos milyen teljesítmény nyújt, hanem ezért az igéért mondom el. Ezért. Viszem magamat, a családomat, a gyülekezeteimet, a testvéreimet, viszem Krisztus vére alatt az Isten elé. Uram, emlékezz meg róla, emlékezz meg róla, emlékezz meg. Azt akarom, hogy akárhova néz Isten, mindenütt az én testvéreimet lássa, az én családomat, az én gyerekeimet, az én feleségemet, meg az én nyomorult életemet lássa. Ne legyen olyan perce Istennek, amikor nyugodni hagyom. És amikor nyugodni hagyjuk, testvérek. Értitek? Ilyen Isten, nem tudom miért ilyen. Nem tudom miért olyan a feleségem, vagy miért úgy viselkedik egy csirke, vagy egy kutya, csak azt tudom, hogy úgy viselkedik. Isten ilyen, ezt kéri, ezt mondja, emlékeztessetek engem. Emlékeztessetek engem. Éjjel-nappal ne hagyjatok Istennek nyugtot, értitek? Nézzétek meg, vakkódus oda kiált, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Te neked ezt mondanák. Ó, Gál Lajos, te nagyon jó prédikálsz, nagyon jó lelkipásztor vagy, segíts rajtam. Ha olyan hizelgésnek venném, biztos azonnal segíteni. Jézus, menj tovább. Meg Gál Lajos ilyen, az Úr Jézus meg olyan. Menj tovább. És azt akarta az Úr Jézus, hogy én addig nem segítek rajtad, amíg te nem hagysz engem nyugton. Nem hagysz engem nyugton. És amikor látom, hogy neked mindennél többet ér, hogy hozzám gyere, akkor meghallgatlak. A kánaáni asszony oda kiállt az Úr Jézusnak, és Jézus, mint a füle botját sem mozgatja, megy tovább. Azt mondja, nézzük, mennyit ér ennek az asszonynak. Mennyit ér? Megy tovább. Állj meg, segíts rajtam, a lányom a gonosztól gyötrettetik, te tudod meggyógyítani, hiszek benned, te vagy a messiás. Én kánaáni vagyok, te zsidó vagy, de a zsidók közül támad a messiás, te vagy az, hiszek benned, szeretlek téged, hallgass meg. Jézus, nem érdekli a hitvallás. Megy tovább az Úr Jézus. És tudjátok, mit csinál ez az asszony? Elé fekszik. Lefekszik a lába elé. Hát akkor tapossál rám, ha így elmész mellettem. Jézus azt mondja, na, most meghallgatlak már téged. Ne hagyjatok békét Jézusnak. Képzeljétek, amikor beszéltem erről nemrég, mikor Kapernaumban megbontják a háznak a tetejét, és leengedi a négy barát, a sérült beteg barátját, hogy Jézus gyógyítsa meg. Tudjátok, hol volt az? A Jézusnak a házába volt. Ott lakott Kapernaumban akkor. Saját háza. És nem azt mondta Jézus, mit csináltatok a tetőmmel, ti csibészek? Ki fogjátok fizetni az utolsó cseréplécet is? Nem ezt mondta az Úr Jézus. Azt mondta, hogy végre. Hát ez az. Hát ezek nem hagynak engem békén. Látjátok, milyen az Úr Jézus? Azt várja, ne hagyjanak békén. Ti, akik az Urat emlékeztestitek, ne nyugodjatok el. Mondjátok, minden nap 141-szer kérjetek áldást, kegyelmet, Isten kijelentését, igét, vezettetést. Ne hagyjátok abban, mondjátok, mondjátok, mondjátok. Mert ilyen az Úr. Ő ezt találta ki, és ezt adta elém. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, se nappal, se éjjel, soha ne hallgassanak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Emlékeztessétek, milyen szövetséget kötött velünk az Úr. Nem az Ábrahám szövetsége a miénk, testvérek, és nem az Izsák, és nem a Jákob szövetsége a miénk, hanem Jézus Krisztus szövetsége a miénk. Vérrel elpecsételt szövetség a miénk. És azt akarja az Isten, hogy emlékeztessük az atyát arra, őt arra, hogy meghalt értünk az ő fia, Jézus Krisztus a kereszten. És mindig tartsuk elé az Úr Jézusnak a vérét. Uram, az ő nevében, az Úr Jézus nevében, az Úr Jézus véréért kérünk téged, erre, arra, amarra, te kegyelmedre, irgalmadra, adj ébredést, adj megerősödést, adj újulást, adj jó munkakedvet, adj kitartást, adj bátorságot, adj megtérőket. Kérhetünk sok mindent az ő nevében. Az Úr Jézus véréért emlékeztetjük Istent arra a szövetségre, amit ő kötött, testvérek. Te azt akarja, hogy bizonyítsuk be ezt, hogy nekünk is van olyan fontos,
hogy minket ő megmentsen, mint neki. Mint neki. Az egyik legrosszabb érzés, amikor keményen megdolgozol a napi betevő falatért, a pénzen, amit kerestél, elmész a boltba, bevásárolsz, ott hagysz egy marék pénzt, hazaviszed az élelmet, elkészíted, felkelsz korán, mindent elkészítesz, ott van a tányéron a pénzből vett, megvásárolt, hazacipelt, elkészített étel, a gyereked ránéz és azt mondja, hogy fúj, már megint ez a kaja. Az egyik legkiábrándítóbb szülői feladat a gyermekeket etetni. A véred, az izzadságod, az időd, a pénzed, minden benne van, már megint ez a kaja. Akinek ettől függ az élete. Értitek? Ma a te életed nem függ ettől. Te magadnak megkeresed. Akinek ettől függ az élete, azt mondja, fúj, ez a kaja. Aki meg megveszi, meg megkeresi a rávalót, az meg belead apait, anyait, meg mindent. Azt mondja az Úr Jézus, ha neked nem ér annyit, hogy a lábaim elé vessed magadat, akkor te nem fogod ezt megkapni. Ha neked nem ér annyit, hogy megbontsod a tetőt, akkor te nem fogod ezt megkapni. Ha te neked nem ér annyit, hogy emlékeztes éjjel és nappal, akkor te nem fogod ezt megkapni. Erőszakosul ki az Isten országa, testvérek. Ha te csak egyszer kéred, nem kapod meg. Ha hétszer kéred, nem kapod meg. Csak ha százszor kéred, akkor kapod meg. Honnan tudom, hogy újjá vagyok-e születve? Kérdezi tőlem valaki névtelenül egy levélben. Ha nem lennék biztos abban, hogy újjá vagyok születve, addig böjtölnék, imádkoznék, addig ráznám az Isten szakállát, amíg azt nem mondaná nekem, hagyjál most már békén, elegem volt belőled, újjászülek, beviszlek a mennybe, csak most már ne zaklass engem. Addig imádkoznék. Addig. Mert ez nekünk nyereség, testvérek, neki ráfizetés. És joga van azt mondani, hogy ingyen adom, de nem olcsón. Azt akarom, hogy legalább olyan komoly legyen neked, aki eszed, akit megmentelek, mint nekem, aki elkészítettem az ételt, és aki megmentelek téged. Ez az első tanulság ebből, hogy Istent emlékeztessétek, testvérek, Jézus Krisztus vérére, Jézus Krisztus keresztjére, éjjel-nappal, megállás nélkül, magatokért és másokért. A második tanulság, hogy miért kell ahhoz csapás sorozat, hogy Isten megáldjon bennünket, amikor megáldanak csapás sorozat nélkül is. Miért kell ahhoz annyit tékozolnunk, miért kell ahhoz annyi időt elvesztegetnünk, miért kell ahhoz annyi nyomorúságon átmenjünk, annyi veszőcsapást és pofoncsapást kapnunk, hogy végül megálljunk és azt mondjuk, Istenem, neked volt igazad, neked van igazad. Talán Bándi Sándor testvér szokta emlegetni, többször hallottam már, vagy valamelyik testvér, lehet, a testvérek jobban tudják, hogy egy idős asszony, aki a botjára támaszkodott, és mindig úgy fájdalmasan imádkozott a gyülekezetben. Mennyit vétkezett, mennyit mulasztott, és oda ment az ige hirdető testvér, és azt mondta, hogy hát miért jajgat, miért nem ad hálát, felszabadultan a drága kegyelemért. És akkor annyit felelt a testvér, hogy egész ifjúságomban hívott Isten, de ellenálltam neki, és az egész életemet leéltem Isten nélkül. És én csak a görbebotos éveimet tudtam nekiadni, és mutatta a görbebotját, amire támaszkodott. A görbebotos éveimet. Tudjátok, mit mondott az ige hirdető testvér? Na, akkor tessék csak folytatni tovább. Akkor rendben van. Akkor rendben van.
ha eltékozoltad az egész életedet, magadra kihívtad az Isten átkát, és elveszítettél mindent, éppen csak a magad lelkét mentetted, mint egy tűzön át, fát, szénát, pozdorját gyűjtögettél egész életedbe, akkor hadd égjen az a pozdorja, hadd égjen az a fa. Akkor jajgass, és örülj, hogy betelted a lábad a mennybe. Nagyon tisztelem azokat, akik gyermekkorukban átadják a szívüket az Úr Jézusnak, és öregkorukig hűségesen követik. Így kell, testvérek, így kell. Úgy is úgy van, ahogy írva van. Úgy is úgy van. Úgy is úgy van, ahogy az aranymondást megtanultad, az az igaz, az a helyes. Rá fogsz jönni. Ismerünk olyan testvért, ugye, nem is olyan régen ismerhettük meg, aki ifjúságában elfordult Istentől, azt majd érett férfikorban jön vissza. Elfogadja az Úr, de 20 évet kidobott az ablakon. Sőt, 20 évnek az átkai maradandó sérüléseket okoztak a lelkének, az életének. Most ott folytatja, ahol 18 évesen el kellett volna, hogy kezdje, 41 nehány évesen. Miért tékozolnánk, testvérek, hogyha gyűjthetünk is? Miért adnánk oda évtizedeket ahhoz az ördögnek, hogy rájöjjünk arra, hogy Istennek volt igaza, amikor ifjúkorunkban megszólított bennünket? Miért nem lehet már ifjúként egyből azt mondani? Miért nem lehet hívő szívvel azt mondani, igen, Uram, hiszek benned, megtartom a te parancsolataidat? Miért kell átmenni 4 átok sorozaton, hogy 5. lépcsőként megkapd a kegyelmet, amikor kapásból rögtön megkaphatod a kegyelmet, az áldást Istentől, ha betartod az ő parancsait, ha átadod a szívedet a drága megváltónak, ha befogadod őt az életedbe, uraknak urává teszed az életedben, és követed hittel, hűségesen az ő lépéseit. És végül, testvérek, azért is nagyon fontos ez az ószövetségi kijelentés, mert Istennek megmutatja azt a tulajdonságát is, hogy amiért ő nagy árat fizetett, arról nem mond le egy könnyen. Arról nem mond le egy könnyen. Amit ő kifizetett, azt nagyon fontosnak tartja. Amit ő egyszer magáénak vallott, azt követi. Arról nem mond le olyan könnyen. És akár olyan áron is, hogy összetörje, de meg fogja menteni. Egy filmben láttam azt, hogy egy roncs, valamilyen gépnek, harckocsinak a roncsa ráesett egy katonának a kezére, és ott találta magát úgy a tűzvonalban, hogy nem tudott elmenekülni. És a barátja odaszaladt megmenteni, az életét kockáztatva, és próbálta felemelni ezt a roncsot, de nem lehetett. Mit gondoltok, hogy mentette meg? Levágta kezét. Saját barátjának. Te levágnád a barátod kezét? Isten se törne téged össze, ha nem kerültél volna olyan helyzetbe, hogy össze kelljen, hogy törjön téged. De inkább vesszen az, ami ehhez a világhoz kötöz, mint az, amit ő magának megszerzett benned. Testvérek, ha Isten lát 1 gram aranyat, eléget érte egy egész hegyet. Higgyétek el, egész hegyet eléget érte. Össze-vissza fog téged törni, és az ő népét is össze-vissza fogja törni. És el fogja juttatni, testvérek, a keresztény egyház már rég túl van azon, hogy áldásban részesüljön. Rég túl van. Tehát, ahogy az ószövetségi népre, úgy ránk se vonatkozik a 3 Mózes 26, 3-tól 13-ig. Ezt elfelejthetjük, ezt eljátszottuk. Mi már ott tartunk, hogy különben kimozdítom a te gyertyatartodat a helyéből. Mi már itt tartunk. Tehát ez a keresztény egyház a legkevésbé hasonlít ahhoz,
aminek lennie kellene. Mindegy, hogy melyik felekezetet nézzük. Mindegy. A legkevésbé. És van Istennek egy ígérete, amikor el fog jönni az Úr Jézus, akkor egy tökéletes egyházat fog magához venni, testvérek. Egy tökéletes egyházat. Testvérek, én nem tudom, hogy hanyadik lépcsőfokon tartunk. Én nem tudom, mi kell még ahhoz, Szeghalmon, meg a körzetben, Magyarországon, Európában, meg az egész kerek világon. Én nem tudom, mi kell ahhoz, hogy Isten kipréselje belőlünk azt, amit írva van, hogy megbánja a bűnét az ő népe. Hogy emlékezteti az Istent a szövetségre az ő népe. Nem tudom, mi kell ehhez, de egyet tudok, ami kell hozzá, Isten meg fogja csinálni. Ha hétszeresen kell minket fenyítsen, hétszeresen fog. Ha hétszer-hétszeresen, akkor hétszer-hétszeresen fog, és ha 70-szer-hétszeresen kell minket fenyítsen, akkor 70-szer-hétszeresen fog fenyíteni azért, hogy 70-szer-hétszer tudjon megbocsátani, amikor végre hajlandóak leszünk bocsánatot kérni tőle. Biztos vagyok, hogy így lesz. Látjuk, hogy hol tart az egyház, és tudjuk, hogy hova fog eljutni. Egy lépcsőt kell még Isten megtegyen velünk? Kettőt, hármat, négyet az átkok sorában? Nem tudom, testvérek. Egyet tudok, addig fogja Isten folytatni, amíg tökéletessé nem válunk. Olyan kevés ember került haza a fogságból, testvérek, Babilóniából, hogy Nehémiás kellett szervezzen város lakosságot. A falvakban, más városokban élő ószövetségi népből, múltkor összeszámoltuk, nem tudom, Mónika, emlékszel-e, 40 ezer, 10 ezer, akik hazamentek, összeszámoltuk nagyjából, leírja ott az ige, vagy olvastuk, mert én sem tudom pontosan, pár tízezer ember jut haza, a sok százezerből, meg a millióból, ennyien maradtak. De velük Isten újra tudta alapozni a templomát, újra tudta alapozni az Isten tiszteletet. Nem tudom, mennyien maradunk, hogy maradunk, testvérek, egyet tudok. Ha Isten meglát bennünk egyetlen gram aranyat, azért harcolni fog. Harcolni fog. El fogja végezni benned és bennem. El fogja végezni az ő népének az életében, hogy tökéletes szentekként állítson ő maga elé bennünket. Ezt ő el fogja végezni. Ez garantált, testvérek. Ebből az ószövetségi történetből tudjuk, hogy Isten ilyen. Isten ilyen, hogy ezt el fogja végezni. És amikor elvégzi, testvérek, annyira csodálatos lesz. De nem tudom, hogy addig mi vár ránk. De hogy Isten küzdeni fog, velünk szemben is értünk, ebben egészen biztos vagyok. Amen.